Sziasztok! Szeretnék indítani egy kis nyereményjátékot. Nyerhettek tőlem kutyogófát, meg ilyen pólót. Ez az újfajta folyami harcsavadász póló, ilyen UV-álló, meg minden. Van több méretbe, hogyha szeretne valaki ilyet. Nem is ez a lényeg, elmondom, hogy hogy tudtok tőlem nyerni igazából dolgokat. Az első és a legfontosabb, többféleképpen tudtok tőlem nyerni. Elvesszük. Az első és a legfontosabb, egy ilyen harcsa alakú kutyagófát tudtok tőlem nyerni. És ezt a harcsa alakú kutyagófát úgy tudjátok megnyerni, ez a legdrágább verzióm egyébként, amit most így készítek. Ezt a harcsa alakú kutyagófát, ezt úgy tudjátok tőlem megnyerni, hogy aki már vásárol tőlem kutyogófát, most hála Istennek már elég sokat elvittek tőlem ilyen egyedi készítésű, kézzel készült kutyogófát. Aki vásárolt eddig ilyen kutyogófát, vagy hát nem csak ilyet, hanem bármilyen fajtát, az most egyenes, epoxis, görbe, es alakú, bármilyet. Ha fogtok harcsát a folyami harcsavadász kutyogófákkal, akkor csináljatok fényképet mindenképpen, hogy a harcsa mellé lerakva, vagy a harcsa szája előtt, vagy bárhogy valami nagyon szép képeket csináljatok, küldjétek el nekem, és a Folyami Harcsavadász nevű Facebook csoportba ki fogom tenni, lesz egy album, ahol gyűjtöm majd ezeket a képeket, és egy olyan, szerintem egy olyan szeptember körül, ugye már akkor végez a szezonnak, vagyis hát úgy már kezd a vége felé járni, ilyen szeptember vége fele úgy valahogy, az összegyűlt képekből indítok egy szavazást, és amelyik a legtöbb lájkot kapja, akkor az nyeri meg ezt a kutyogófát, ezt a harcsa alakút. A méret mindegy. Tehát, hogy most kis harcsát, vagy nagy harcsát, vagy mindegy mekkorát fogsz, csinálj valami nagyon jó képet, ami jól néz ki, és nyerhet a szavazáson, és akkor gyakorlatilag ezt a kutyogófát meg tudod tőlem nyerni. Ez az egyik dolog, amit most így tudtok tőlem nyerni. A következő, az pedig ez a kutyogófa. Ezt biztos láttatok már, erről film is készült, hogy készítem ezeket. Ez is egy diófa, és horog van benne, epoxiba beleöntve. Ezt a kutyogófát, ez is egy nagyon egyedi kutyogófa, ez a legolcsóbb fáim közé tartozik, biztos csináltam már sokat rendelésre és eladásra is. Ezt a kutyogófát úgy tudjátok tőlem megnyerni, hogyha feliratkoztok a csatornámra. A legújabb feliratkozók közt fogom ezt majd kisorsolni. Ezt is szerintem egy ilyen, fenne tudja, ilyen augusztus körül csinálok egy sorsolást, és a legújabb feliratkozók közt ezt fogom kisorsolni. Úgyhogy jól visszagörgetem, tehát hogy ne az legyen, hogy most augusztustól kezdtek el feliratkozni, mert lehet, hogy jobban visszagörgetem, vagy ott tartom, vagy akármi. Szóval a legújabb feliratkozók közt fogom ezt a kutyogófát kisorsolni. A régi feliratkozóim se búsuljanak, ugyanis még annak idején, amikor elkezdtem ezt a filmkészítést csinálni, már akkor volt egyszer, hogy sorsoltam ki ugye kutyogófát ugye a feliratkozók között, és mondtam, hogy a régiek közt is néha így fogok kisorsolni dolgokat. Most az egyik régi feliratkozóm közt fogok egy ilyen folyami harcsavadász pólót, meg egy ilyen UV-álló egyedi harcsavadász pólót fogok kisorsolni a régi feliratkozóim között. Ne ijedjetek meg, mindegy, hogy milyen méretűek lesztek, igazából van mindenféle méretben, szóval egy ilyen ruhát is kisorsolok. És aztán ugyanúgy, ahogy mondtam, hogy ez később is így lesz, igazából nálam megéri feliratkozni, megéri gyülekezni, mert mindig lesznek ilyen akciók. Tehát télen most ugye csinálom ezt a horgásztúráztatást folyamatosan, most nincs annyira időm ehhez, most a tilalomba csináltam rengeteg kutyogófát eladásra, ennek a nagy része el is ment. Most nyáron belekezdek egy-két ilyen egyedi késbe, viszont télen fogok nagy üzemben nekiállni jobban ezeknek a késeknek, akkor lesz időm többet csinálni, és télen ugyanúgy majd a feliratkozók közt kisorsolok majd valami ilyesmi, ugye tudjátok, hogy csinálom ezeket az egyedi késeket, láthatátok már ugye a filmemben, amit mutattam, hogy valamelyikről készült is film, hogy hogy készül, és akkor valami, bármilyen ilyesmi egyedi kést is tokkal együtt ki fogok sorsolni a feliratkozók között, úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára. Úgyhogy igazából ez a három verzió van, ahogy nyerhettek tőlem így dolgokat. Úgyhogy hajrá, csináljátok a harcsás képeket a kutyogófákkal,
fogjatok sok hadságot a kutyogófákkal, és akkor várom a képeket. Ja, és még azt kihagytam, hogy ha nem szeretnétek arra várni, hogy nyertek vagy nem nyertek, de szeretnétek ilyen egyedi kutyogófákat, vagy egyedi késeket, késtokokat, vagy szeretnétek velem jönni horgásztúrázni a folyóra, akkor megkeressetek meg személyesen. Addig is sok sikeres pecát mindenkinek. Sziasztok!